Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a sorozatban igyekezni fogok bemutatni Jordan Peterson 12 szabály az élethez című könyvét. A tervem az, hogy szabályról szabályra fogok haladni, és röviden prezentálom, hogy mi az ő álláspontja, illetve mik az én gondolataim ezzel kapcsolatban. Mint általában a legjobban akkor jár mindenki, hogyha elolvassa a könyved, hiszen akkor tudja megismerni a gondolatokat, az elképzeléseket, az abban vázolt koncepciókat legtökéletesebben. Azonban, ha valakinek nincs ez kedve vagy ideje, akkor remélem, hogy ez segítségére lesz. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt. Köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja! A harmadik fejezet bár logikusnak tűnhet, mégis úgy gondolom, hogy rengeteg ember elfeledkezik erről, és nagyszerűen megragadja Jordan Peterson ezt a problémát a harmadik szabály esetében, mely úgy hangzik, hogy barátkozzunk azzal, aki a javunkat akarja. Néhány átlagosnak mondható történet után ebben a fejezetben a következőket olvashatjuk. Néha, amikor az emberek alábecsülik magukat, vagy talán amikor nem vállalják a felelősséget saját életük iránt, új barátot választanak, pontosan olyan típust, amilyen a múltban már kellemetlennek bizonyult. Az ilyen emberek nem hiszik, hogy jobbat érdemelnek, ezért nem is keresnek jobbat, vagy talán nem akarnak bajlódni a jobbal. Freud ezt ismétlési kényszernek nevezte, tudatalatti ösztönnek képzelte, mely a múlt szörnyűségeinek ismétlésére kényszerít, néha talán azért, hogy pontosabban alkossuk újra ezeket a szörnyűségeket, néha azért, hogy aktív irányítást kíséreljünk meg, és néha azért, mert nincs más alternatívánk. Az emberek a kezük ügyébe eső eszközökkel alkotják meg a világukat, és hibás eszközök hibás eredményt hoznak létre. A hibás eszközök ismétlődő használata ugyanazokat a hibás eredményeket vonja maga után. Erről már volt szó számos alkalommal, egyrészt a párkapcsolati problémákkal összefüggésben, másrészt úgy általában az emberek élethez való hozzáállásával kapcsolatban. Rengetegszer úgy tűnik, hogy körülöttünk az emberek újra és újra ismételik azokat a hibákat, amelyeket már elkövettek korábban, szeretnének valamiféle előrehaladást, fejlődést elérni, és mégis ugyanazzal a hozzáállással közelítenek a dolgokhoz. Egyrészt én úgy gondolom, nyilván azért, amit ő leírt, másrészt, amit érdemes megfontolni a mindenkinek, az az, hogy kényelmesebb használni ugyanazt a módszert, amihez hozzá vagyunk szokva, amit ismerünk, mint valami újat kipróbálni, hiszen tudjuk, hogy egy új módszer feltételezhetően új eredményeket hoz, és az ember tudatalatt talán fél attól, hogy megoldja a helyzetet, vagy olyan területre téved, ahol addig még nem járt. Nagyon fontos megértenie mindenkinek ezt a gondolatot, különösen a párkapcsolattal és a párválasztással összefüggésben. Nem választhat senki magának olyan partnert, akiről már a kezdetekkor tudja, hogy az problémákat fog okozni, mert látja azokat a felkiáltó jeleket, amelyeket oly sokszor tapasztalt már az életében. Meg kell tudni a lehető legtöbbet mindenkinek a leendő partneréről, és hogyha fájdalmas is, de meg kell hozni azt a döntést, hogy elhagyni azt az embert, hogyha látjuk, hogy abból problémák lesznek korábbi tapasztalataink alapján. Az emberek többsége ugyanis ismételni fogja ugyanazokat a hibákat, amelyeket már elkövetett élete során, és ha mi belekeveredünk ebbe, különösen egy hosszantartó kapcsolat során, akkor ez mindenki számára végzetes lehet, de legalábbis hatalmas problémákat rejthet. Haladjunk tovább, olvashatjuk, de nem mindenki áldozat, aki elbukott, és nem mindenki akar kimászni a veremből, noha sokan megteszik, és sokaknak sikerül. Ez pontosan az, amiről beszéltem. Nem mindenkinek kell segítenünk. Nem mindenkinek kötelességünk segíteni. Ezt egyébként elmondja ő majd a végén ennek a fejezetnek, de én szeretném, hogyha tudatosulna mindenkiben. Yahoo útját járván, vagy az igazságot követvén, a feladatunk nem az, hogy mindenkit megmentsünk. Van, akit rengeteg embert nem lehet megmenteni, lehetetlen megmenteni. És hogyha mi az energiánkat, az erőnket, az időnket rádozzuk azokra, akik nem is látják, hogy meg kell menekülniük valahonnan, vagy nem akarnak,
akkor teljesen hiába fáradozunk, és magunkat is bajba sodorhatjuk ezáltal. Idézem, de nem könnyű megkülönböztetni a valóban segítségre szoruló és vágyó embert attól, aki csak kihasználja készséges segítőit. Ez a megkülönböztetés még annak is nehéz, aki segítségre szorul és vágyik, és esetleg kihasznál. Az a személy, aki próbálkozik és elbukik, majd bocsánatot nyer, aztán újra próbálkozik és elbukik, és bocsánatot nyer. Sokszor egyben az a személy, aki azt akarja, hogy mindenki higgyen a rengeteg próbálkozás hitelességében. Tehát az egész csak egy látszat. És figyelmeztetek mindenkit, különösen a férfiakat, Sámson és Delilah történetére. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok Infobubble, illetve Yahoo útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooutya.hu weboldalainkon ez elérhető. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!